készült fel a beszélgetés. Így utólag nézve az egész életet a gálát, milyen élmény volt ez az egész díjátadás, és hogy tudnál összefoglalni ezt az évet? Mit kellene számodra ez a díjat? Hát nagyon sokat, főleg, hogy egy ilyen gálán lehettem át ilyen neves sportolók között. Tényleg itt volt a magyar sportvilág legjobbjai. Úgyhogy szóval majdnem megtiszteltetés, hogy itt vehettem át, és persze továbbra is nagyon örülök ennek a díjnak. Ez jó időként tényleg az ember nem mindig részesül ilyen külön díjakban. Úgyhogy azt mondom, hogy jó éreztem magam, és remélem, hogy nem utolra vagyok. Nem tudom, mennyit számít az, hogy ezt a díjat olyan emberek voksai alapján kapod meg, akik nap mint nap követik a futball életét, talán jobban is értenek hozzá, mint egy átlag ember. Ez növeli a presztízsét számodra? Persze, minden egyes díj ugye fontos, de ugye tényleg itt az újságíró választották meg a magyar aranylabdás, és tényleg ők azok, akik hétről hétre követik a játékosokat, akik tényleg szemmel követik az eredményeket, úgyhogy ők nagyon napra készek, úgyhogy mondhatom azt, hogy az egyik legfontosabb egy játékosnak ez a visszajelzés, mert tényleg azt mondjuk, hogy a legfelkészültek az adott játékosokban. Ugye nehezen indult az idényed, erről már szó esett a gála alatt is, aztán a végére belelendültél magad is, illetve a válogatott is. Melyik az évtán legemlékezetesebb pillanat a számodra? Hát a legemlékezetesebb pillanat, hogy olyan lesz, amit nem játszottam, és védekelni meccs, de azt mondtam, hogy az is megmutatta az a mérkőzés, hogy ez a csapat mennyire együtt van. Nagyon sok nehézség volt, sok eltiltások voltak, sérülések voltak, és ennek kéne tényleg csapat együtt volt, azok, akik a lelátón voltak, aztán együtt örültünk a pályán. Úgyhogy ha egy eseményt kellene kéne, mindenképpen ez lenne. Tényleg látszik, hogy ez a csapat egy nagybetűvel csapat lett, úgyhogy eredmény is párosult most már ehhez, úgyhogy remélem a folytatás hasonló lesz, sőt még jobb. Maradva a válogatottnál, ugye egy nagyon nehéz csoportban kerültünk, mit vársz a VB selejtezőktől, összejelte a nagy álom. Valóban nagyon nehéz a csoport, viszont a mérkőzéseket sikerült megérni a Femelesznek. Tényleg mindenképpen a felkészülésének szolgálja, hasonló nehézséggel lefelé nem fogok játszani. Ennek én személyesen nagyon örülök, azért van 10 hónapunk, hogy felkészüljünk. Én biztos vagyok benne, hogy Sanyi Balgyi, hogy összerakja a társaságot, mert a megfelelő emberek mindenesen hozta. Bár ami számára mindig a legfontosabb az, hogy a játékosok találják azokat a klubokat, ahol rendszerint tudnak játszani, mert azt mondom, hogy akkor azt mondhatjuk utána, hogy az még olyan lenni válogatottan, ami tényleg majd az olyan meccseken sokat számított, ahol tényleg apró dolgokon adunk tenni. Már itt szóba kerültek a klubok, állandó kérdés a te jövőd, itt lehet tudni jelenleg, mit mondhatsz? Tényleg biztos, hogy nem vált a klubot, ez egy megegyezés történt az elnök úrral, történt egy olyan megegyezés, hogy nyáron esetleg adott esetben könnyebben elengednének, de hát ezt már ilyen többször hallottam. Úgyhogy bízom benne, hogy sikerül összejön végre ez a klubváltás jövő nyáron. Én azon leszek ebben a félig, hogy minden lehetnék ennek érdekében, mert még érzek magamban tényleg nagyon sokat, és szeretném is kipróbálni magam egy másik bajnokságot. Ha sportturizmus, akkor Crestor utazás. www.crestor.hu. Mert a meccseket látni kell.